Az elhunyt családtagok és ismerősök emlékeinek megőrzésére kínál újfajta lehetőséget a Lapidaris. A rendszer két fő részből áll, az elhunyt síremlékén elhelyezendő Lapidaris kőből és az ehhez kapcsolt online emlékoldalból. A Lapidaris kő tartalmaz egy úgynevezett NFC csippet, mely teljes mértékben vízálló és ellenáll az időjárási körülményeknek. Az NFC kommunikációra alkalmas készülékeken, ami lehet mobiltelefon vagy tablet, a kőhöz érintve azonnal megnyílik a hozzátartozó online emlékoldal. A rendszer akkor is teljes mértékben használható, ha valakinek nincs NFC-vel ellátott készüléke, ekkor a kőről leolvasható link beírásával nyitható meg a felület. Köszöntöm a stúdióban Szilágyi Norbertet, a Lapidaris munkatársát, informatikust. Meglehetősen újszerű ez a gondolat. Honnan jött az ötlet, vagy valahol már láttak hasonlót, vagy egyáltalán honnan pattant ez ki? Volt egy hasonló elképzelésünk, és hát természetesen nagyon sok beszélgetés, ötletelgetés eredménye a Lapidaris. Ennek a megemlékezés ilyen formájának, aminek ilyen informatikai háttere van, nem tudjuk, hogy lenne ilyen a világon, ezért merjük azt állítani, hogy ilyen háttérrel ellátott rendszer az miénk az egyedüli és első az online térben. Mi az, amit tud ez a rendszer? Maga a rendszer, ahogy már említésre is került, ugye két részből áll, egy Lapidaris kőnek nevezett porcelánból, amit az elhunytnak a síremlékén helyezünk el, ami tartalmaz egy NFC csipet, ami gyakorlatilag a kommunikációt szolgálja egy NFC kommunikációra alkalmas készülék között, és minden kőhöz tartozik egy online emléklap, egy emlékoldal, ahol az elhunytról lehet feltölteni a hozzátartozók által fotókat, megemlékezéseket, kedvenc verseket, kedvenc idézeteket, vagy akár egy gyertyát gyújtani megemlékezésül. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy az ember sétálgat a temetőben, és lát egy olyan sírt, esetleg egy ismerősének a sírját, ott van rajta ez a kis kő, hozzáérintem a mobiltelefonomat, és rögtön látom, hogy ez az ember az, akire én gondoltam. Szinte pontosan így működik, hogyha sétálunk a temetőben is látunk rajta egy ilyen követ, akkor ha van olyan telefonunk vagy tabletünk, ami az NFC kommunikációra alkalmas, akkor ahogy hozzáérintjük, vagy a közelébe tartjuk, akkor már megnyílik az emlékoldal, és meg tudjuk nézni az oda feltöltött adatokat, illetve hogyha nincsen ilyen készülékünk, vagy akár okostelefonunk sincs, akkor is használható a rendszer, ugyanis a porcelán kövön van egy weboldal elérhetőségi link, ami minden emlékoldal esetében egyedi, és hogyha ezt a webes böngészünk beírjuk, akkor megnyílik ez az emlékoldal ugyanebben a formában, és minden adat rendelkezésre. Működik-e akkor is a rendszer, hogyha én egy távoli városban élek, nem vagyok személy szerint ott a temetőben, de szeretném egy elhunytnak a oldalát megnézni, akkor mi a teendő? Természetesen éppen ez a lényege, hogy ez egy földrajzi elhelyezkedéstől és időbeliségtől független a rendszer, és mindenki számára nyilvános. Tehát nem csak a saját elhunyt hozzátartozónak az adatlapját tudom böngészni, hanem akár a távolabbi rokonok vagy barátok, ismerősöknek az elhunyt hozzátartozóit is bárki számára elérhető az online felületen, és nem kötött ahhoz, hogy a közelemben kell lenni a Lapidaris kőnek, ahhoz, hogy meg tudjam nézni az emlékoldalt. Akár egy távoli rokonnak a sírhelyét is fel tudom így kutatni? Igen, mivel az emlékoldalra fel lehet tölteni a sírhelyről fotókat, és a telefonunk képes arra, hogy az ott elkészített fotót mindenkinek a zsebében lévő okostelefonja képes arra, hogy a helyszínen készített fotónak a GPS adatait tárolja. A Lapidaris rendszere pedig alkalmas ezeket az adatokat feldolgozni. Tehát gyakorlatilag a telefonunk a készített fotóból kinyert adatokkal tudjuk a telefon által készített fotó helyszínét. Így pontos GPS koordinátákkal rendelkezünk, hogy hol helyezkedik el a sír. Épp hogyha tudunk egy olyan hozzátartozónak a sírhelyéről, ami egy másik városban, egy másik országban, vagy akár egy másik földrészen van, de nem tudjuk, hogy pontosan hol helyezkedik el, akkor a telefonunkkal ezt meg tudjuk keresni, és egy útvonaltervező oda vezet minket a nem ismert sírhelyhez. Akár arra is lehetőség van, hogy én virtuálisan virágot helyezzek el, vagy egy gyertyát meggyújtsak? A megemlékezésnek jelenleg két formája van. Természetesen az adatlapoknak a fő adatait azok szerkeszthetik, akik megvásároltak az a Lapidaris követ és a saját hozzátartozójáról tesz fel adatokat, de mindenki írhat egy rövid megemlékezést, vagy egy idézetet annak az adatlapjára, akinek szeretne megemlékezni, vagy hogyha nem szeretné ilyen szöveges formában ennek formát adni, akkor egy online gyertyát gyújthat emlékezésének a jeléül.
Nagyon új még a rendszer. Mekkora érdeklődést tapasztalnak az elmúlt néhány napban, hiszen csak a múlt héten mutatták be ezt a lehetőséget? Több hónapos munka előzte meg az elmúlt héten zajlott sajtótájékoztatót, amit pedig egy közel két éves fejlesztési időszak előzött meg. Nyilván most került ez úgymond a közönség elé, sok mindenkivel beszélgettünk már róla, de az elmúlt napok visszajelzései nagyon pozitívak minden irányból, és nyilván már ilyen kövek vannak is elhelyezve sírhelyeken, tehát már élő aratlapokkal, emlékoldalakkal fel is van töltve a weboldalunk. Egyre szélesebb az érdeklődés, és bízom benne, hogy egyre több sírhelyen lesz elhelyezve lapidariszk kő. Fontos ezt tudni, hogy ide csak úgy lehet felkerülni, hogyha valaki kéri, tehát egy elhunyt hozzátartozója ezt a lehetőséget megvásárolja. Természetesen semmilyen olyan adat nem jelenik meg az oldalon, amit nem egy hozzátartozó töltött fel, tehát nem használunk semmilyen adatbázist, és csak olyan információk vannak fent, amit a hozzátartozótól látni szeretnénk. Tehát a legfontosabb születési elhalálozási adatok, és azok a családi fotók, családi emlékek, történetek, idézetek, amiket ők töltenek fel. Hogyan tudják a dolognak a kegyeleti részét biztosítani? Tehát, hogyha ide bárki beírhat megemlékezést egy-egy elhunyt weboldalára, hogyan tudják azt szűrni, hogy oda ne kerüljenek be? A szellemiség és a célja az a pozitív megemlékezés, hogy azokat az emlékeket átároljuk az utókor számára, a gyermekeink, unokáink részére, amiket mi nem biztos, hogy át tudunk adni, és mindig emlékezni fognak rá. Mivel bárki hozzászólhat akár egy adatlaphoz is, ezért természetesen ez egy felmerült probléma lehet majd a későbbiekben. Minden hozzátartozó, aki rendelkezik ilyen lapidariszkővel és adminisztrátora egy ilyen emlékoldalnak, ő minden egyes tevékenységről értesítést kap. Tehát, hogyha bármikor olyan információ kerülne fel egy emlékoldalra, amit ő nem szeretne látni, akkor ez bármikor törölheti és moderálhatja. Tehát a felhasználó, aki erre jogosult, aki megvásárolta önöktől ezt a lehetőséget, ő bármikor belenyúlhat ebbe az oldalba, és törölhet és hozzátehet. Természetesen igen. Látják már azt, hogy ezt mi mindenre tudják majd használni? Ezt a lehetőséget? Hát ahogy már az elmúlt percben is beszélgettünk, nagyon sok funkciót már most is tud a rendszer, és minél többet beszélgetünk akár felhasználókkal, akár olyan emberekkel is, akik majd szeretnének ebbe becsatlakozni, nagyon sok ötlet merül fel, erről még egyenlőre nem szeretnénk beszélni, nagyon sok fejlesztési tervünk van még. De ez akár levéltári kutatás szintjén is tud, ha kiszélesedik. Igen, bízom benne, hogy nagyon sok lehetőséget hordoz még magában. Illetve hát ma már egyre több családban vannak távolra szakadt családtagok, akik igen, akár ezen a módon könnyebben meg tudnak emlékezni egy halottak napján vagy egy évfordulón. Igen, igen, természetesen, és nyilván itt az időbeliség lesz majd, ami még nagyon fontos lehet, amikor majd mi gyermekeink, unokáink fogják ezt a rendszert használni, és akkor már ugye felmenő rendszerben lesz egy nagyon nagy adatbázis arról, hogy akár a saját családfáját tudja kutatni. Miért tartották a szükségesnek, hogy egyházakkal egyeztessenek ebben a kérdésben? Természetesen ebben a témában egy megkerülhetetlen kérdés véleményünk szerint az egyházi képviselőknek a véleménye, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a különböző egyházak képviselőitől. Nagyon pozitívan vették a kezdeményezésünket, és támogatásokra biztosítottak minket. Milyen hatása lehet ennek vajon egy gyászfeldolgozásra, ennek a lehetőségnek? Az oldalnak és a rendszernek az elsődleges célja az, hogy az emlékeket őrizzük meg. Tehát azokat a pozitív fotókat, családi fényképeket, családi történeteket, családi emlékeket szeretnénk megjeleníteni az oldalon, és hát, hogy ezt töltsék fel a felhasználóink, amikre pozitívan emlékezünk vissza, amiket szeretnénk örökíteni az unokáinknak, vagy szeretnénk, hogyha ha a mi unokánk is látná a mi dédapánknak egy fotóját, amire mondjuk egy ilyen emlékoldal nélkül viszonylag kicsi az esély a generációs különbségek, a költözések és a generációváltások miatt. Ezek az emlékek valószínűleg elvesznének, itt pedig megmaradnak az utókor számára. Van-e arra lehetőség, hogy szűrjünk bizonyos információkat, mi mint felhasználók, hogy bizonyos fotókat, bizonyos információkat csak szűk családtagok részére teszünk elérhetővé, a többit pedig akár tehát széles nyilvánosság elé. Mondjuk, ha valakinek a munkássága olyan jelentőségű volt, azt széles körben nyilvánosságra teszem, de hát az unokákkal készült kis családi fotókat nem biztos, hogy mindenki számára szeretném elérhetővé tenni. Egyedül a rendszer az teljesen nyílt.
Tehát amilyen információt az emlékoldalaknak a szerkesztői feltöltenek, az bárki számára elérhető, de fejlesztési terveink között van ez is, hogy akár ilyen privát vagy belső körnek használt csoportokat hoznánk létre. Jelenleg még nem alkalmas erre a rendszer, de ez is egy nagyon jó példa arra, ami akár csak az elmúlt egy hétben is felmerült a bemutató óta, hogy van rengeteg olyan irány, olyan funkció, amire még lépnünk kell és lépni is fogunk. Hogyan működik ennek a finanszírozása? Meg kell vásárolni ezt a követ, és utána van egy havi díj az online felület használatának? Nincsen. Vagy... A labdariszkő megvásárlásával a sírhelyhez rögzítendő követ vásárolja meg a felhasználónk, és azt a jogot, hogy ezt az emlékoldalt szerkessze. Itt fontos információ, és fontos megjegyezni, hogy egy sírhelyhez egy lapidőrész követ szükséges vásárolni, hiszen nagyon természetes is, tehát sok olyan sírhely van, ahol nem csak egy elhunyt került örök nyugalomra, hanem mondjuk egy házaspár, dédapáink, nagyapáink is esetleg így vannak eltemetve. Itt egy követ kell vásárolni, és ahhoz két adatlap is csatlakoztatható, tehát szerkeszthető hozzá. Szilágyi Norbert, köszönjük, hogy mindezeket elmondta most nekünk. Köszönöm szépen.